Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit Norvégiából. Norvégia, Marokkó az nem. És ki az a nem normális, aki fog egy méter feletti csukát, és utána ott hagyja a helyet, és elmegy egy teljesen más vízre? 2 méter feletti csukát. Nem 2 méter feletti, 2 darab méter feletti csukát. Hát mi vagyunk azok. És úgy voltunk vele, hogy... Mondjuk egy olyan vízre jöttünk, ahol itt fogtak egy 160, nem tudom. A norvég rekord csukát. Hát nem azért jöttünk el, de amúgy eljöttünk a tutiból, ezt lehet mondani, hogy volt egy tök jó föltérképezett helyünk, és beváltottunk egy másik tóra, itt fogunk szerencsét próbálni, nagyon szeretnénk sügereket fogni, de ha kénytelenek leszünk a csukára ráfanyarodni, abból sincsen probléma. Gyönyörű hely volt a tegnapi, de most, ahogy itt szétnézünk, ez még messze azt is felülmúlja, annyira szép, úgyhogy majd próbálunk sügerezni, hogy a Viktor is mondta, és szerintem ez is legalább olyan jó lesz, mint a tegnapi. Tartsatok velünk! Ez amúgy tipikusan ilyen kanalas. Mondtam neked, ne menj a fatelep közelébe. Hívjuk inkább csukácskának. Na. 40 centi van. Micsoda? 2 méter 20-at. Azt szeretném mondani, hogy szerintem itt vannak halak. Látsz? Levette a farkát egy? Kevin. Az amúgy a... És szerintem sügér. Bárki tudja. Na, az jó. És most tudod, mit fogok csinálni? Felrakom a rákot. És csak azért is, ha beledöglök, is fogok fel egy nagy sügere. Akkor én meg ezzel fogom. Még ezzel nem egy akkora sügeret kifogni, de... A remete rák, csak így hívtak, remete rák. Csuka vagy süge? Hát, remélem, hogy süge. De csuka. Bicskácska. Besikerül a filmbe. Mindjárt Karesz kipendít egy nagy sügeret. De ott a kábé, ahol én is dobtok, kicsit kívül. Ugye? Kevin! Ugye, hogy ott van? Nem sügér, de... Hát ez is pici. Jack. Only Jack. Nyimi, nyimi, nyimi. Small pike. Small pike. A csuka, aminek tegnap reggel még örültünk volna. Igen. Another small... De valaki leírta a videóba le, Úristen, very big. A mém. De arra viszont jó volt, hogy jó szétrágta a gumihalat. Vigyázz, most már nagy kövön... Ah, kijött! Jött! Yeah! Ne dobj a kőbe! Most nem az van, hogy ez már túl sok szél? Nem. De jó lenne, ha ez sügér lenne. De hal? Hal, csak nem nagy. Vigyázz, mert ez ugyanúgy beleveri a horgot a kezedbe. Hát sőt. Igazából az a nagy, aki verni a magájéból, mert csak az egyik horog fogja. Rázogassad úgy, hol van a fogó? Az a víz fölé, nehogy nyúljál fogóval. Befélsz, hogy lejtem? Biztos vagyok benne, hogy bejted. Megfogod a izét, leader touch. Adja egy kis lazát, hogy ne kelljen olyan magasra emelni, ettől azért kevesebbet.
utána tarkófogás, óvatosan, erősen, szorítva, nem engeded el, és akkor kiveszed belőle. A tarkófogás az erős ilyenkor. Magyarázd, bozzánk. Addig azt a fogót már rég kivettem volna, hogyha mondom, nem fogd meg a tarkóját a halnak. Minek fogjam a tarkóját, hogy kiveszem így, ahogy van, és kész. Csak szétizélem. Add ide a líder tacsot. Na hát ezt próbáltam volna megcsinálni nélküled is, de nem tudom, hogy miért is. Mert nem adom oda a fogót, mert bejted a vízbe. Jól veled, mester. Mondtam, a tarkófogás erősen. De hát látod, hogy nem tudtam, hogy megfogni, nyálkás mind az állat. Ja, nyálkás. Persze. Tegnap beszéltük ezt az okosságot, hogy... Nagycsali nagyhal. Nagycsali nagyha. Nagycsali kishal. Nagycsali kishal. Javítunk. Szóval a hely is kell hozzá, nem csak a nagycsali. Igaz. Egészséget. Vettem én is egy új ilyen orsót, azért erre a bikabotra, mert nem volt ilyen nagy orsom. De látom, hogy te még durvábban nyomod. Van egy csomó ilyen kódja ezeknek, én abszolút nem vagyok ebben még otthon. Hogy így hányféle, meg hogy mi a különbség ezek között, vagy hogy van ez a F, meg SV, meg mindenféle. Én csak annyit látom így az online boltokban, hogy ugyanannak a típusnak van egy csomó kódja, hogy azok mit jelentenek? Ugye SV ez a salt water, általában vannak olyan modelljei, ami mind van F-es, ami a fresh water, a SV-s az meg a salt water. Úgy szokták csinálni a Shimano-ék, hogy amikor kijön egy modell, akkor az az A-s. A következő modellje, mint tudom én, pár év múlva, az a B-s. Tehát ezért van az, hogy mondjuk van egy... ilyen továbbfejlesztett változat? Igen, mindig, amikor újítanak rajta, akkor más betűkódot ad. Te is. Emlékszem, hogy talán az orsós videódban, vagy valahol, de már többen is olvastam ilyeneket, hogy voltak egy-egy típusok, és hogy az milyen jó volt, és az újak már nem olyan jók, hogy mi az a mi. Ugye nekem az lenne a logikus, hogy ez folyamatosan fejlődik, és hogy egyre jobb a technika, de hogy így mi az, amiben ez nem így van? Vagy amitől azt mondod, hogy te mondjuk egy régebbi típust, hogy ha abból még lehetne venni, akkor megint vennél, az miért van? Hát, ugye nem mindig az a fejlesztés csak, ami a horgászok számára jó. Sokszor a gyártó a saját magának is próbál jót tenni, hogy mondjuk olcsósít valamennyit rajta. És hogy akkor mondjuk az, átváltozik, hogy... és mit tudom én, amikor ebben fémből volt, az mondjuk műanyagból igen, lesz, vagy ilyes? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezt el lehet úgy adni mondjuk adott esetben, hogy ez egy óriási fejlesztés, mert könnyebb lett az orsó. De, de akkor nem is olyan tartós. Én azért a pár grammé inkább maradnék egy fajn fém fogaskeréknél, vagy egy plusz csapágynál, nem egy műanyag persejnél. És azt, hogy te mondjuk egy tengeri orsót használsz, az azért van, mert azok nagyobb igénybevételre vannak tervezve, és akkor eleve az egy masszívabb konstrukció, vagy csak eleve tetszik, masszívabb vagy... is, meg hogyha ilyen brakvizekre eljutunk, mondjuk ez pont nem. De ez mit jelent a brakvíz? Az a félsós víz. Aha. A sós víz az tönkre tudja tenni a édesvízi orsókat. A sós víz amúgy mindent tönkre tud tenni, az a fémeknek nem a barátja. És talán ezek a sósvízi orsók, azok jobban föl vannak készítve ezekre. Olyan anyagokból vannak, olyan szigetelése, zártsága van neki, amik jobbak. És nyilván nagyobb igénybevételre is sokszor vannak csinálva. Meg nekem ez a legszebb orsó a világon, mióta orsókat láttam, nekem ez tetszik a legjobban. Ahhoz képest, hogy nagyon kicsi, ez a mai nap legszebb hala.
Tyúkál. Annyira gyönyörű mintázata van ennek a halnak, nekem úgy tetszik. Te fogja, te vagy a jövő. Nem akarod magad összecsukázni? Nem. Ezzel nem, mi? Gyönyörű mintázata van amúgy ez a kicsit típus. Egy közeli képet elolva, hogy csináljuk már a mintázatról. Lejössz itt? Itt mindenhol halat mutat. Ha halak, akkor éreznem kell majd most. Aj, de szép sikert! Bunda bácsi! Ne vagyok akadni sajnos. Te vagy óriás! Gyere! Gyönyörűséges! Na, hát ha jön még egy. Sajnos beakadtam. De menő lenne, ha ez egy sügér lenne. Sajnos nem. De mondjuk ezzel a bottal nem rossz. Csukszi. Mert a merítőt kéne kivarázsolni, hogyha ott van. Eljutunk oda. Ehhez a bothoz ez a hal olyan, mint a tegnapi méteresek a másik bothoz. Nem olyan kicsi csuka ez te? Jaj, jó vagytok már. Nem a csuka, megy a merítő. Segítsek valami? Persze. Most már benne van a merítő. Jó, nem olyan kicsi. A másodszor húztam, ding. Még egyszer, ding. Mit csináljuk? Semmit. Pecáz. Visszafelé van akadva, látszik, hogy fejről kaptál. Szép színű. Kezdődik. Biztos van még itt sügér, csak nem bírunk megállni rajta. Mert előtte te is mondtad, hogy volt valami, nekem is volt valami. Itt vannak középen benne halak, de az a baj, hogy itt nem tudunk megállni, mikor már kapás van, akkor már rég kicsit. Amúgy lehet itt is kint. De jó lenne, ha sügér lenne. Néha olyan könnyen jön, úgyhogy lehet, hogy az. Hát ez pont csuka, de szép. Dehogy is. Gyönyörű. Ja, azt hittem, hogy az a csali. Egy gyönyörű nagy sügér. De szép. Hogy ez mekkora hátulszél van, de szép. Hagyj lent a fenében tovább. Leteszed és hagyj lent. Mondjuk a Csabónál jobban működik. Csabóval. Igen? Aha. Tedd le a fenékre és hagyd dob. Csak 15-ös. Tök sokáig volt lenne a fenéke, és akkor kapta föl. Amikor
nagyon lágy a gumihal, akkor ilyen különböző fogak vannak a horgon, amik megtartják. Szépen fölhúzom, ráhúzom, és nem az van, hogy lerángatja a hal. Szépen megáll, megnézzük, hogy a fehér tetszik-e neki. Még amikor leteszem a fenékre, és akkor még van neki egy kis dőlése, mozgása, nem csak lefekszik simán. De amúgy a sügér az tipikusan a fenéken fekvő csalit is nagyon szereti fölvenni. Mondtam neki, ne menj Afrikába, menjél inkább Skandináviába. Két napot horgáztunk Norvégiában, és azt kell, hogy mondjam, az eddigi nem túl nagy tapasztalataim alapján, hogy két nagyon-nagyon jó napot zártunk. Az egyik az ilyen millióból egy nap volt, a másik az átlagos jó nap mondható. Tök jó volt szerintem a második napon, hogy egy sokkal szebb helyen jártunk, persze az első is gyönyörű volt, és megélni azt, hogy fogunk 4-5 halat, és ha nem is vagyunk szomorúak, de nyilván ott van az emberben az előző napnak azok a fantasztikus halai, amik ilyen egyszerű és megismételhetetlen pillanatok, de baromi jó, hogy emlékeztessen arra, hogy ez nem úgy van, hogy ide jössz, és akkor odaállsz akárhová, és fogod a másfél méteres csukákat, tehát itt is ugyanúgy meg kell küzdeni, itt is vannak olyan helyek, napok, ahol éppen akkor nem jön, de így is egy fantasztikus élmény, és tényleg szerintem a világ egyik legszebb országa, ahol járunk. Nekem volt olyan napom, amikor egy halat fogtunk egy csónakba ketten, annyira nem volt, nem tudtuk, hogy mit kellene csinálni, nem találtuk a halakat. Nem? Így van, Svédországban. Nem találtunk a helyet, sőt, volt olyan, hogy egy csónakos páros, az nem is tudom, egy halat fogtak, vagy kettőt egy hét alatt, hat nap alatt. Szóval nem fenékig tejfölez, meg kell találni a csalikat, kell a helyismeret, amit ugye Karesznak nagyon köszönünk, hogy ő adta úgymond a helyismeretet, de nem úgy van, hogy kimész és fogod. Ha csak úgy kimegy valaki, és csak így megy vakon, akkor óriási nagy mák kell ahhoz, hogy halat fogjon. Szóval azért itt sem olyan, hogy bárhova belógatod a csalidat, és akkor ott majd jönnek a gigantikus méretű halak. Reméljük, hogy ti is élveztétek, és tökre örülünk, hogy meg tudtunk egy kicsit mutatni abból, hogy milyen itt egy másik környezetben pecázni. És mivel itt azért nagyon máshogy működik egy csomó minden, most még el fogunk menni egy boltba, és ott is megpróbáljuk, ha beengednek minket a kamerával, akkor megpróbálunk arról is egy picit forgatni, hogy hogyan néz ki itt egy horgászbolt, és mennyire más minden, mint otthon. Aki még nem tette meg, iratkozzon fel. Ha tetszett, lájkoljátok, bár idáig már nagyon kevesen juttok el, ahogy nézem, amikor elkezdünk elbúcsúzni, így a nézettség leesik a padlóra, pedig a végén is szoktunk nagyon jó dolgokat mondani, például ezt. És hogyha szeretnétek tuti nem lemaradni a videókról, akkor nyomjátok meg a feliratkozás mellett a kis csengettyűt, és értesítéseket is fogtok kapni. Sziasztok! Sziasztok!